Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok. Jön egy kis érdekesség, így live-ban. Jó live videókat csinálni, olyan tényleg egyszerű néha. És múltkoriban is csináltam egyet. Én 1 vs, vagyis én vs 17 veterán volt. Hát aki valahol veteránban kijátszotta a single player, tudja, hogy most itt miről beszélek. És az igazság az, hogy túl hangos volt a játékbéli hang, és az én hangom el nem igazán hallatszott a videó alatt, így le kellett töröljem. És azon videó alatt gyakorlatilag shipmenten kezdtem, és azt hittem, hogy le fogom csipázni a veterán botokat. Úgyhogy most kitaláltam egy koncepciót, egy challenge-et arra, hogy hogyan veteránoljuk le a veterán botokat, vagyis hogyan zúzzuk be az arcokat, de szeretném nektek megmutatni előtte, hogy mit csinálnak veled a veterán botok shipmenten, 17-en, 17 veterán bot shipmenten. Jó, nekiindulunk egy sniperrel, ami be is van rakva, oké, és csak úgy, hogy lássátok, hogy mit csinál veletek, 17 veterán bot shipmenten. És utána van egy challenge ötletem, de azt majd csak ezután, úgyhogy ezt végig kell szenvedjétek. Erre azért durván rá kell koncentrálni. 17 bot shipmentet sniperrel. Na, és a challenge fel van adva, akinek megvan a simakodni, vagy megvan a Codney Remaster, 17 veterán bot sniperrel, le kéne hozni helit. Jó? Sas, legyünk sas, tök mindegy, sniper. Rámelegítem a vállakat itt, de tényleg így körözök a vállam. Ez epic durva lesz. Ez epic durva lesz, gyerekek. Ezt észre nem lehet felfogni, hogy mi folyik ezen a pályán. Ha azt hitted, hogy a shipment durva, 12 játékos csak ad egy remasterben, akkor tévedtél. Figyeld. Azt a kurva. Ezek mindent csinálnak. Klémot raknak, gránátot dobálnak. Az meg. Juggernautot használnak. Na, három gránát repült fölém. Dögölj meg. Nem ölhettek meg. Anyád, bazd meg a Juggernautodat. És látja, erről beszélek. Erről beszélek. Ezek nagyon... Mibe haltam meg? Azt a kurva, hát lekésett egy kuka mögött. Ajám. Na. Erről beszélek. No comment, na, jó van. Azt rohadt, tudják előre bazdnak, hogy hova spawnolsz be, de nem is kell nagyon tudni. És láttátok? Bunny jump bazdnak, bunny jump. Öcsém, bunny jump. Na, és most kitaláltam egy challenge-et. Kitaláltam egy challenge-et, mi szerint. Ne, kérlek, ne. Köcsögök. És felrobbant a saját gránátjába. Kizárólag egy challenge-ot, miszerint hogyan veteránoljuk le a veterán botokat, és be kell zúzni a képüket. És figyeljétek, change loadout. És kitaláltuk rá az RPD povát. Nope. RPD pova delete. De nem ezen a pályán, nem ezen a pályán. Ó, bunkert fogok valamnak csinálni. És az alapötlet megvan. The fuck. Ezért annak legalább örülök, hogy egyet meg tudok ölni, mert... Nem. Azt a kempe... Bazd meg! Hát az hulla! És az még mindig ott... Az pont kempeli, baszki! Hát mi van veled? Az pont kempel. Bal, ezzel lehívtak rá, hogy jó volt. Ennyi. Na, úgyhogy most már, hogy látjátok, hogy mit csinál az emberrel a shipmenten, 17 enemy bot, jöjjön a challenge maga. Inkább ezt hagyjuk, ez. Ez 17 veterán bot. Figyeld, az pont kempeli. És még szégyentelen talán headshotot is adott nekem. Jöjjön a legdurvább. Na, van a crash, tudjátok? Crash, és fönt a házon. Oda most én úgy be fogom magam kempelni, és olyan... A challenge...
20 killstreak, jó, de már 10-el is elégedett vagyok. 20 killstreaket le kell hozni valahogy veterán botokon, crash-en, és én le akarom hozni a 20 killstreaket, és kíváncsi vagyok. Ez egy koncepció, mert ez nem sikerült egyszer se, tehát sikerült már lehívni ellenük Helét, Vakkanton, de masszív campnek köszönhetően, és most megpróbálunk leszedni, bármilyen úton le akarok hozni ellenük egy legalább egy 20 killstreaket, jó? Tehát azért, és a crash és a campházba akarom magam be rakni, create a class, és RPD lesz biztos, mert itt újratöltés az a... Mi? Ja, hogy gripre nem meg... Hát legyen deep impact, mert gyorsabban hallak, és akkor az boldogsággal eltölt, jó. Ez kemény, de persze a feladat adott, el kell jutni a campházba, és hogy eljussuk a campházba, akkor marinesként, tehát tengerészként, amerikai tengerészként kell spawnoljak, és úgyhogy azt válasszuk, mert az közelebb út a házhoz, és fölmegyünk a legtetér, és a lépcsőn állva kempeljük őket, és megcsináljuk a 20 kisztriket, aztán amíg rám nem dobnak egy gránátot, de reméljük, hogy nem. Mert azért ez kemény. De azért nem... Az... Oké. Okay. Beválasztottuk a kis RPD-t. Adjunk neki. A múltkor Necronél játszott a botok ellen, és onnan támadt az ötlet, és nagyon izginek látszottak. Mert rákapcsolt a hardened botokra, és azok egyszerűen szétszedik már, azok is szétszedik az ember. És akkor azon gondolkodtam, hát mi lenne, hogyha 17 veterán bot ellen mennék, és de jó lenne, hogyha nem laggolna a játék. A Code 4 motor az mindig ilyen laggol ez elején a dolgoknak. Reméljük itt senki nem fog kikempelni. Futáson. És most lövünk egyet. És már is tudják, hogy hol vagyunk. Figyeld meg, jönni fognak. Mondom. Ó, és gránátot is dobnak, de vissza kell jutnom oda. Ha nem lövök, akkor addig minden baj. Arra már rájöttem, hogy... Ha nem látnak meg, vagy nem kell lőjek... Segítség! Úristen, de laggol! Miért laggolsz így, játék? Na, most arra csak... Kurtom! Kész, vége van. Ó, baszki, innen sose jutok oda. Na, végül is lehet, hogy oda jutok. A lényeg, hogy ne lőjek túl sokat. El akarok oda jutni. Say what? Azt a kurva. Oh, ez a tökéletes spawn hely. Nem lövünk. Hogyha nem muszáj, nem lövünk. Azt a rohadt, látjátok, bazdmeg, így kell krémot lerakni, nem úgy, hogy sok hülye teszi a rendes multiplayerbe. Azt a kurva! Úristen! Hát nem is láttam, pedig lehet, hogy ti láttátok, de én annyira koncentrálok arra, hogy eljussuk a házba, bazdmeg. Meg lesz, srácok. Azt a kurva krémor! Egyet lövünk. Legugolunk. Na gyertek, köcsögök. Hú. Nope. De látod, bazd meg? Bunny hoppol, bazd meg. Bunny hoppol. Azt a mi van ott? Azt a kurva, úristen, mennyi MD! Jézus, bazd meg, úristen! Meddig jutottam? Mi a rák? Mi a jóisten? Úr... Hát nem tudom, mennyi volt, 10? 15? Na, adjunk nekik valamit, ami... LOL? Adjunk nekik valamit, ami lefoglalja őket, mert...
És addig megpróbálunk visszajutni a házba. Anyád ott bunny hoppod le, köcsög! De amúgy iszonyat gyorsan... Azt a kurva! Úristen! Hát mi van veled? Anyád, ezek nagyon tudják. Hát mennyit lehet tanulni a veterán botoktól, hülye vagy? Oh, utoljára 10 évvel ezelőtt raktam oda Claymore-t, ember, annyira nem figyel... annyira nem figyelek már arra is. De most a probléma az, hogy lőttem egyet, és... What? Úristen! Aj, no comment, rakjál már be... Valahova, ahova... Mi a pöcs? És ja, meglátott a radaron, azt visszafordult. Jó, már jó helyen vagyok, nem? Annyira meglepődtem, hogy a házban vagyok, hogy azt tettem, hogy a fasz van. Azt a kurva. Vissza akarok jutni abba a házba. Az a legjobb camp hely, öcsé. Hihet, ha nem lövök, akkor tök nyugi van. Hogy tudnék én kempelni ezen? Várjátok, van itt még egy jó ház. Hát hülye vagyok. Akár itt is kempelhetnék. És talán itt még jobb is. Na várjál, próbáljuk ki. Valahogy így ebből a szögből. Talán így jó lesz. De nem megy, nem jó, hogyha nem nincs egyszerűen menekülési felület. Na végem, azt a kurva! És megdobod, bazd meg! Az a ház nem jó, ugye? A másik házat meg kell próbálni. Na jó, akkor most már... Anyád, lehívszak rajta, hogy érsz rá! Hülye vagy, bazd meg! Anyádra ijesszél ígyre! És fönt vagyunk! Na, egyet lövünk! Figyelj! Gyertek már! Ilyen hosszú ide érni! Anyád majdnem lelőtt, bazd meg! Úristen! Nem, egyszerűen szétszednek, bazd meg! Nagyon durva! Bár csak be tudnám ezt a helyet claymorozni, de most nincs claymorunk, nem baj. És... Várjál csak. Oké. Mások, hány granátot kapunk ez másodperc alatt? Egy. Az MD-kről elfeledkeztem, én meg ide beparkoltam, mint egy hülye. Gyertek már, hát mi van veletek, szégyenlősek vagytok? Figyel! Igen, erről beszéltem! Azt se tudjátok, hol vagyok, igaz? Köcsög! Airstrike! És itt lehet, hogy nem ér el az MD. Hullagyártást csinálunk. Anyád, le akarták késelni, köcsög? A last standes, tetves! Ezt nektek bozd meg! Itt akartam még megpróbálni a kempet. Itt így. Így. Igen, itt jó lesz. Na. Hú, öcsém. Ezek 20 készít. De 10 az megvolt. Tehát az elégedettségi faktor megvan. Menj vissza. Visszamentél? Hát gyere már. Hülye vagy. És fel akart fúdni. Mit akartál megkéselni? Faszlálma. Na gyere. Gyertek már! Gyere már! Ez nem bánthat. De bánthat! Miért bánthat innen? Úristen! Van egy radarunk? Jó, nem baj, nem lövünk. Nem lövünk, még nem lövünk. Megyünk a ház felé. Próbálom magam átcsempészni közöttük. De lehetetlenség. Várjatok, ha itt kempelünk? Nem, itt nagyon könnyen lelőhetnek.
Ez is jó hely lehet még, nem? Nem, mert a lépcsőről nagyon meglephetnek. A kurva szátokat. Anyádba késeljé, hülye. És már ott volt, megöttem. Kurva szátokat. És vakítót és minden szart rám dobnak. Akkor is megpróbálom még ezt a helyet, szerintem tökre meg lehet csinálni. Onnan gránát hát. Na jó, próbáljuk most így, oké. Okay. Hogy? Hogy tud lelőni? Hogy tud lelőni? Ez hihetetlen. Ez... The fuck is wrong with you, bitch? Jó, hú, gyertek. Reméljük ott a lépcsőn, ezt még nem jutott eszükbe a létrán felszállni. Anyád, bunny hoppolt, köcsög. Megpróbálok visszidni a házba. Ne, lejár az idő, ne, meg akartam csinálni a 20 kisztriket. Kurva szálltokat. Nem, 10-ig eljutottam, vagy volt az 15 is? Nem figyeltem, srácok, majd ti megmondjátok, mert kurvára nem tudom. Utolsó kemp. Utolsó kemp. Na, gyertek, gyertek. Ne, 2 másodperc, vége van. Na, srácok, ez lett volna a nagy bot challenge. 17 veterán bot ellen, sok sikert. Akinek sikerül. Sok sikert. Köszönöm a figyelmet. Remélem élveztetek a videót. Ha akartok még valamilyen bot challenge-et, akkor írjátok meg. Bárjátok a ti kedvetekért. Köszönöm a figyelmet. Hogyha tetszett a videó, jump, iratkozzatok fel. Az a legfontosabb. Igen, mert az trendy. Dobjatok egy lájkot is. Az is trendy. És ja, ha kíváncsiak vagytok több COD 4 videóra, akkor jump a csatornámra. Sziasztok!